A Dombóvári Művelődési Ház majoros terme adott helyet a Dombóvári Ózonasztma Egyesület új évköszöntő rendezvényének. Szeretnék mindenkinek remény teljes, egészségben gazdag, boldog új évet kívánni. És a célunk az az volt, hogy a jó kívánságainkat a civil egyesületek összes tagjának tolmácsoljuk, és ezzel a rendezvénnyel szeretnénk újévi jó kívánságokat átadni, illetve az a gondolat jutott eszünkbe, hogy mivel Vízkereszt a karácsonyi ünnepi körnek az utolsó lezáró ünnepe, a mai estnek a programja hagyományokra épül, a Balaskó János vezetésével a drámai szakkör Vízkereszt hagyományaira épülő népi mondásokat és játékokat fog velünk megismertetni, illetve részemről pedig szintén, mivel ez egy keresztény egyházi ünnep, egy picikét a vallási tudásunkat szeretnénk felfrissíteni. Ez a rendezvény most rendeződik meg először a városba. Ha sikere lesz, akkor szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, és szeretnénk bővíteni tovább. Az idei évben először megrendezett újévköszöntő rendezvény mellett a civil szervezetek számos egyéb programmal készülnek. Az év folyamán a minden civil egyesületnek minden hónapban van egy munkaterve, és a munkaterve benne vannak a rendezvényeink. Én az Ózonasztma Egyesületnek vagyok az elnöke pár hónapja. A mi rendezvénytervünk az most van készülőbe. Úgy néz ki, hogy minden hónapban két rendezvény lesz. Természetesen ebben a hónapban közgyűlésünk. Februárban lenne egy emléknapunk, hiszen az egyesületünk alapító elnöke, dr. Magda Tamás főorvosnak a halálának a 10. évfordulója. Az alapszabályunkban benne van a tiszta levegő, az ózonosztmásoknak nagyon-nagyon fontos lételeme, és ezért minden hónapban szeretnénk kirándulásokat megtartani, és célul tűztük ki a nemzeti parkjainknak a meglátogatását. Én 6 évig voltam a Dombóvári Civil Tanácsnak az elnöke, ami most civil szövetség lett, és nekem szívem csücske és szívem feladata a civil egyesületeket egy kicsit összefogni, összekovácsolni. A civil tanács elnöke kiemelte, hogy milyen fontosak ezek a rendezvények, ahol a civil szervezetek tagjai találkozhatnak egymással, és betekintést nyerhetnek esetleg a másik munkájába. Az elmúlt pár évben ez egyre jobban erősödött, ez a mai rendezvény is rendkívül jól szemlélteti. Ugye az Ózonasztma civil egyesület meghívásában képviseltethetik magukat a városban tevékenykedő civil szervezetek vezetői, ezen az új évköszöntők is gála este. Eddig a városunk életében 1 évben 2 ilyen rendezvény volt, hogy a civil gála, illetve a civil karácsonyról együtt tudtak lenni az egyesületek. Ez most úgynevezett novum, hogy évelején is egy ilyen köszöntővel találkozhatnak a szervezetek vezetői. Tehát reméljük, hogy ez egy szép hagyománnyá fejlődik ki az elkövetkezendő években.